Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Nappal a tényleges időpont előtt érkezett meg Veszprémbe a Mikulás. Nem jelentős havazást, hanem latyakot és sarat hozott magával, amivel a benevezett párosoknak már a futam előtti teszten is számolni kellett. A komoly tradíciókkal rendelkező rali futam egyébként korábban már szerepelt a bajnokság versenynaptárában, ezúttal viszont ismét a buli kategóriába tartozott. A hosszú szezon után tét nélkül lehetett kísérletezni és adott esetben élvezni az autózást. A verseny persze mindig verseny, így az overall felhúzása után már mindenki átkapcsolt sportemberi módba. A Balaton felvidéki pályákon persze nem árt óvatoskodni, mert könnyen előfordulhatnak a defektek, és ha egy picit kihagy a figyelem, akkor a kiesés is utoléri az embert. Így járt Gyarmati Ariel is, aki szeretett volna bizonyítani a 26. Fenstem Kontakt Mikulás Rallyn. Nagyon készültünk az idei Mikulás Rallyra. Nagyon sok munka van benne, hogy itt el tudtunk rajtolni, elsősorban is a szerviznek köszönhető. Úgyhogy nagyon sajnálom, mert kiestünk igazából. Mondhatni, hogy nagy lőtér Mitsubishi 1-0. Próbáltam egyébként óvatosan menni, hiszen az látszott a pályabejáráson, hogy a pályák minőség az most már közel sem olyan, mint volt, és régen sem volt jó. Próbáltunk óvatosan menni, ennek ellenére begyűjtöttünk egy jobb első defektet, de ahogy elnéztem, itt 10 autóból kb. 8-9-nek ugyanez volt, jobb első defekt. De nem is ez volt a nagyobb probléma, hanem a jobb hátsó gátlónk az átszakadt valahol. Megpróbáltam egyébként így az ugratókat elspórolni, ott a nagy ugratón is nagyon-nagyon picit ugrottunk kis tempóval. Nem tudom, de valahol mégis kapott egy olyan pofont, amit nem bírt ki a jobb hátsó futómű. Úgyhogy hát most megpróbálunk valahogy életet lehelni bele. Ez a baj, az alkatrész, ami kéne, az most itt úgy tűnik, hogy senkinél nincsen. Úgyhogy remélem, hogy a fiúk ezt ilyen rallis szerviz improvizációval valahogy meg tudják oldani. Nem tudom, bízom benne, és akkor szuper rallizni a második körre visszaállunk. Gyarmati Arielnek végül nem sikerült befejezni a száguldást, de rajta kívül többen is hasonló sorsra jutottak. A nap felénél a szervizparkban minden csapatnak bőven volt dolga. Még a futamot abszolútban vezető Butor Robertnél is keményen dolgoztak a szerelők. Összeült itt tegnap délután a kupak tanács, megkértünk egy kis segítséget a francia mérnöktől, és aki hála az Istennek nagyon korán felvette velünk így a kontaktot, mert egyébként nehéz őket elérni. De nagyon jó irányba tudtunk délután itt változtatni az autón. Tegnap átszereltük a rugókat, egy puhább rugószettel megyünk, változtattunk a lengéscsöpító beállításokon, a stabilizátoron, és a legpuhább gumival megyünk, és összességében nagyon nagy változás lett. Sokkal jobb az autóval menni, sokkal jobb a hajtás, sokkal jobb a fékút, úgyhogy nagyon örülök neki. Persze még egyáltalán nem mentem ebben a setup-pal, tehát a lőtéren szembesültem vele, hogy egyáltalán hogy viselkedik. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányba mentünk el, és most már van olyan beállításunk, amivel lehet menni sárba is. Nagyon ügyes a Kristóf, épp az előbb dicsértem. Azt gondolom, hogy rengeteget fejlődött, főleg Murván. Nagyon ügyesen jön, és abszolút ellenfél. Nem mondom azt, hogy nagyon sok tartalékot tettem bele, tehát azt gondolom, hogy brutálisan gyorsan jön, úgyhogy gratulálok neki, nagyon ügyes. Butor Robert és Tagai Robert három szakasz után sem dőlhetett hátra, hiszen csak 4/10 másodperccel előzték meg a második helyen álló Klaus Kristófot. A fiatal rallisnak a szezon nem a terveknek megfelelően alakult, nem tudott ugyanis beleszólni a dobogós helyezések sorába. Éppen ezért a Mikulás Rally egy olyan hétvége volt, amivel saját magának is bizonyíthatott. Nyilván egy-két elem hiányzik az autóról, próbáltuk nyomni, ahogy lehet. Volt egy-két túlcsúszás, de én azt gondolom, hogy azért kézben tartjuk a dolgot, és próbáltuk a lehető legjobban nyomni neki, és kihozni az autóból azt, amit lehet.
meglátjuk, hogy a második körre hogy tudjuk tartani a tempót. Azt gondolom, hogy azért fog ő gyorsulni, és egy idő után nem biztos, hogy annyira fel tudjuk venni a versenyt. Itt érezhető volt az aszfaltos részen is, hogy elfogytunk, tehát ott azért már elég sok időt töltöttünk a kanyarokba. Nem mondanám, hogy a mi hibánkból, inkább azt mondom, hogy az autó nagyjából elérte a határát, és én azt érzem, hogy így a Mikulás Veszprém Rallyn tudja ezt a tempót. Reméljük, hogy ezt a jövő év folyamán át is tudjuk vinni úgymond a száraz körülményekre. Az első kör után az abszolút értékelés harmadik helyén László Martin és Berendi Dávid állt. Az éllovasokhoz képest ekkor fél perc volt a hátrányuk. Nagyon jó kocsink van, azt gondolom, hogy a Top Cars-tól egy nagyon jó autót kapunk minden egyes versenyre, nagyon nagy tapasztalat van a csapatnak, és egy kicsit így könnyebb a tanulás az autóval. Murván megint azt tudom mondani, hogy először vagyunk, mert még egy centit nem mentem a Murván, ez volt az első gyorsaságunk. Azt gondolom, hogy jól beletalálgattunk, egyből egy defekttel kezdtünk az első gyorson. Próbálom élvezni, még egy kicsit lassúnak érzem, de szerintem a nap végére már azt tudom mondani, hogy gyorsultunk sokat. Azt gondolom, hogy jó volt a gumiválasztásunk. Hát a tapadás az változik körülbelül 100 méterenként, van, ahol nagy sár van, ahol keményebb a talaj, de próbálkozunk. A lőtér ismét mumusa volt Cseh Vilmosnak. Kalandban bővelkedett számára a futam első köre, így az élen álló Bútor Róberthez képest szűk egy perc hátránnyal érkezett vissza a szervizparkba. De legalább ott volt méghozzá, közvetlenül a dobogósok mögött a negyedik helyen. Hát annyi minden történt velünk a három gyors alatt, hogy elmondani is hosszú. Nem volt tiszta gyorsunk sajnos, megint csak nem fogad magába ez a veszprémi lőtér. Defektet kaptunk, egy jobb első defektet körülbelül egy ilyen 3 kilométerre a vége előtt. Aztán még defekte utol is értük, szintén defektet kapott László, itt valahogy kis kellett kerüljük. Úgyhogy sok bemaradt, aztán utána kicseréltük a abroncsot, de nem volt nálunk ez a nyitott KM6-os gumicsak át, és olyan érzetem volt, mintha féltengely törés lenne. Úgyhogy vészfülőgóval indultunk el a kettesen, visszatekertünk mindent alapra, végigurultunk, és csak a harmadik gyorsasági szakaszon meg utolértük szintén az Olit egy ilyen 4 kilométerre a vége előtt, és nem mertem rámenni, hogy ne törje össze jövőnket, vagy a hűtő ne lyukadjon ki. Úgyhogy ott is bennmaradt egy tízes, úgyhogy nem reális, csak az ideig nem volt még egy tiszta gyors, hogy remélem a második körben legalább egy tiszta gyorsat tudunk teljesíteni. Tóth Tibor az idei magyar bajnokságban is stabil teljesítményt nyújtott. A közvetlen élmezőny mögött találkozhattunk vele, de egyszer-egyszer a top 5-be is befért. A szezonban nyújtott teljesítményével elégedett lehetett. Ezt a szintet pedig az idei Mikulás Rally első körében is hozta. Az 5. helyen állt a futam derekánál. Szerintem én velem van a baj, lehet, hogy gumi tökéletes, puha gumival mentünk, elméletileg ennek jónak kéne lenni. Én úgy gondolom, hogy én velem van valami, nincs bennem az a tűz, vagy nem tudom, nem hiszem el a dolgokat, nem tudom. Teljesen jó minden, a pályák is jobbak, mint amit vártam. Nekem kéne kicsit javulni, mondjuk ezt az utolsó gyorsat, ezt még kifejezetten élveztem is most. Az idő az nem lett egy fényes dolog, nyáron szerintem sokkal jobban jöttünk, bátrabban jöttünk. Hát most kicsit változtatom, megpróbáljuk a második körbe kicsit jobban. Nehézségekről, problémákról szinte mindenki tudott valamit mondani a futam felénél. Hevesi Istvánnak is volt belőle bőven, talán éppen ezért egy kicsit a légüres térben autózott, méghozzá az abszolút értékelés 6. helyén. Ez pedig összességében nem volt rossz, hiszen hosszabb kihagyás után ült ismét versenyautóba. Hát ez a soros ez nem nekem való, vagy nem fekszik, de amúgy a kocsi az nagyon jó megy rajta, nagyon gyors az autó. Én vagyok kicsit bátortalan. Sok rész van, amit el kéne nyomni, és nem merem még. Hát 2 éve nem mentem, hát még kicsit még kevés vagyok a kocsihoz. János Ákos semmit nem bízott a véletlenre, erre a hétvégére ugyanis egy nemzetközi porondon edződött navigátort ültetett maga mellé. Csomós Miklós csapattársa, Nagy Attila diktálta ugyanis az itinert a 208-as R2-es Peugeot-ban. Vezetjük egyelőre a kategóriát, de semmi baj nem lesz, ha nem nyerjük meg, tehát hogy én nem aggódom ezen. Vissza kell még kicsit rászkódni, még picit nekem is azért más még az érzés. Nem mindig jön a féktáv ugyanoda, ahova szeretném, vagy nem mindig jó. Az egy év kihagyás, az nem kevés, de jönnek vissza, és jó az autóba ülni, ez a lényeg. Hát Attilával ugye még mikor Peugeot kupáztunk is már beszéltük, hogy majd valamikor megyünk. Aztán valahogy most jött el ez a pillanat, hogy mondta, hogy ráér, meg nem megy a csomósra, akkor gyere velem. Mondta, nagyon szívesen, és akkor megyünk. Nagyon ügyes navigátor, igen, de most itt van közel, nem akarom dicsérni. De nem, tényleg, tehát egyrészt nagyon jól tudja, hogy hol kell sietetni,
hol kell lassítani, nagyon jól tudja a féktávokat, tehát bele is szól, hogy ez korai vagy valami. Illetve a vezetéstechnikailag is bele tud szólni, tudod, mikor van valami kis kaland, elindul, és ő már rögtön mondja, hogy nyomd a gázt időbe, tudod. Bele tud, nagyon ügyes navigátor egyébként. A mögöttünk hagyott hónapokban eleget ült a jobb első ülésben Maricek Miklós. Fogel Adriennek segített a bajnokság alatt, most viszont eljött az ideje annak, hogy ismét kézbe vegye az irányítást, méghozzá az Evo 9-es Mitsubishivel. Reggel 4 óra 20 óta fönn vagyok, annyira izgultam, mint egy első bálozó, pedig most leszek 18-án 52 éves. És most ahogy jöttünk be erről az utolsó gyorsaságiról, azt mondtam, hogy nagyon élvezem. A kocsi nagyon jó, a Robival nagyon jó menni, de reggel majdnem visszaadtam a licencemet, mert hogy izgultam tényleg. És hát persze nem megyünk teljes gázon, azt gondolom, hogy ezeken a nagy padlós részeken és valamikor még a kis kanyarokban is nem úgy fordulok, ahogy kéne, de jön vissza az érzés, és lehet, hogy marad, hogy néha vezessek autót. Viszló Csaba mellett ezúttal Bán Viktor ült. Régen megígérte már neki ezt a hétvégét, amit most sikerült teljesítenie. Elkért a segítség a navigátor székből, hiszen a pilóta Murván most debütált. Hát a Csabit, azt nem tudom, tudjátok, hogy debütált a rallyba, akkor vele ment először Szilveszter rallyn, és azóta mindig mondja, hogy jöjjek, csak ugye mindig volt valakim, úgymond. Aztán most ezt már régen megígértem neki, hogyha fölépül, akkor eljövök vele a Mikulás rallyra. Úgy gondolom, hogy kell neki sok segítség, főleg Murván, mert nem ment még Murván. Kicsit úgy tapogatózik, de nagyon megfogadja dolgokat, úgyhogy jó barátságban vagyunk, úgyhogy muszáj volt ezt elvállalnom. Majd folytatjuk tovább. Meg kell szokni a Murvát, látszik neki, hogy még nem ment rajta. De úgy gondolom, hogy jó az irány nagyon, szóval teljesen biztonságban érezzük magunkat, egyszer majdnem fölborultunk a szokásos helyen, ahol mindenki, de direkt elmondtam neki többször is, de nem baj, itt vagyunk, az a lényeg. Műsorunk partnere a Pannon Klinika. Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés az egészségügyi létesítmények terén. Érdeklődve figyelte az eseményeket a szervizparkban Szújó Zoltán is. Sűrű napok és az MNAS hétközi közgyűlése után újdonsült elnök is ellátogatott a futamra. Régóta készültem egyébként is arra, hogy kijövök a Mikulás rallyra, függetlenül, hogy hogyan alakult volna mondjuk az elnök választás, vagy mi volt a végeredménye. Mert alapvetően azért ezt a hangulatot ezt érdemes átélni, és most az elmúlt intenzív 4 hétben, amikor a kampányra figyeltünk, a stratégia megírására, akkor én magam is igényeltem, hogy éreztem, hogy picit sokat vagyok az íróasztal mellett, és a benzingőz egy kicsit eltávolodott tőlem, úgyhogy ezért is jöttem le ide Veszprémre, a Mikulás rallyra egy kicsit beszélgetni a szereplőkkel. Elképesztő tudás van egyébként egy ilyen szervizparkban, csak azt érzem, hogy valahogy az elmúlt időszakban ezt a tudást nem akarták megfelelően becsatornázni és használni, és hát egyébként is tényleg jó egy kicsit kinézni, kimozdulni és megnézni a versenyautókat. Összességében azt gondolom, hogy a rallinak a hangulata az még mindig nagyon markáns, úgy általában egyébként a rallisportnak Magyarországon, és miközben többször azt elmondtam, és így is hiszem, hogy ennek van egy igen komoly szurkolói bázisa, azért, mintha kevesebb néző lenne a pályák szélén. Nekünk ez nagyon fontos feladatunk lesz, és egyébként akikkel itt beszélgetek, szinte mindenki ezt mondja, szerelő, volt versenyző, aktuális versenyző, hogy a nézőket vissza kell csalogatnunk a pálya szélére. Tehát ezen nekünk dolgoznunk kell, mert a tömegbázis szerintem megvan, illetve a kultúrája, a hagyományai Magyarországon a rallinak abszolút mértékben megvannak, a legnépesebb és a legnépszerűbb szakág, ezt pályaversenyzésből jövve nagyjából, de ezt kimerem jelenteni, ugyanakkor a nézők, mintha elfordultak volna egy kicsit a rallitól, ilyen-olyan okokból kifolyólag, úgyhogy ezen nekünk dolgozni kell, de meg tudom ígérni, hogy dolgozni fogunk. Ez tehát egy nagyon fontos feladat. A műszaki részletekbe két dolog miatt nem akarok belemenni, egyrészt azért, mert nem is feltétlenül én vagyok a legmegfelelőbb ember, másrészt pedig, hogy nagyon sok tennivalónk van. Tehát például, amikor az amatőr sportnak a tömegbázis szélesítéséről, az amatőr sportolóknak a visszacsábításáról a nézők mellett beszélünk, akkor nyilván olyan műszaki szabályokat kell alkotnunk, olyan biztonsági szabályokat kell alkotnunk, amelyek józan paraszti ésszel egy hobbista számára betarthatóak és kifizethetőek, de ott van a másik oldal, hogy nagyon fontos, hogy biztonságosan bonyolódjanak le ezek a versenyek. Tehát mindenki, a versenyző, a sportbíró,
a néző biztonságban legyen. Ez egy összetett feladat, egy nagyon érzékeny egyensúly, de azt látjuk, hogy egy rendkívül fontos probléma, és igen, ezen dolgozni fogunk, ezen is. A második kör a futam élén nem hozott változást. Bútor Róbert és Klaus Kristóf külön csatáját a Citroën WRC-vel versenyző közönség kedvenc nyerte meg, méghozzá valamivel több mint 8 másodperc különbséggel. Ettől függetlenül Bútor Róbert szerint a különbség egyre kisebb az ő korosztálya és a következő generáció között. Szerintem ezek a nagy különbségek, amik alapban az autókban lehetnének, lassan a korral eltűnnek. A fiatalok nagyon jönnek felfelé, egyre vállalósabbak, én pedig megpróbálok biztonságosan és látványosan menni. Remélem a nézők is így látták kívülről, nem sajnáltam a másodperceket. Ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy gratulálok a Kristófnak. Már mondtam az előző kör végén is, nagyon ügyesen jött. Szerintem nagyon sokat fejlődött, remélem, hogy jövőre az ORV-n is be tudja bizonyítani, hogy már múlván ott tart, ahol tartani kell. Én abszolút láttam már rajta az idén a fejlődést, úgyhogy csak így tovább. Mi pedig úgy gondolom, hogy élményautózást csinálunk, annak ellenére, hogy jó gyors azért belülről, tehát nagyon sok tartalék nincs benne. Sajnos kaptunk megint egy defektet azért, a második kör első gyorságén a nagy lőtéren most egy jobb hátsóval jöttünk egy 3-4 kilométert, úgyhogy azért vannak kisebb hátráltatások, amik így értek minket. De ettől függetlenül maximálisan elégedett vagyok, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó kis verseny volt, imádom ezeket a pályákat, szeretek itt versenyezni, mindegy, hogy nyár van vagy tél van. Igazából egy kicsit az időjárás is azért kegyes lett hozzánk, tehát a hó, a sár az eltűnt a pályákról. Aránylag jó minőségűek voltak a pályák, és jót lehetett autózni, úgyhogy nagyon örülünk, és örülök, hogy ilyen csapatom van, örülök, hogy ennyi szurkoló volt. Happy vagyok nagyon. Klaus Kristóf behozta a Skodáját a második helyre. A futam győztes dicsérete pedig a jövőre nézve komoly önbizalmat adhat számára. Klaus mindent megtett annak érdekében, hogy utolérje Bútort, de ezúttal ez nem jött össze. Hogy nem mondhatom azt, hogy minden kanyar ajándék volt. Nyilván nyomtuk, ahogy tudtuk, de én azt gondolom, hogy ennek a sportnak itt jön meg az igazi szépsége, amikor elkezded keresni a határt, elkezded feszegetni, és egyre jobb és jobb leszel, szerintem gyorsról gyorsra. Szerintem az egész napot úgymond jól tudtuk teljesíteni. Egy defektünk volt igazából a második lőtéren. Nem befolyásolt időeredmény, tehát itt most nem mentegetőzés miatt, azt etapon kicseréltük, igazából egy lassú defekt volt, úgyhogy különösebb probléma nélkül megúsztuk a napot, és tényleg élveztük az egész rendezvényt. László Martin lett a harmadik. A versenyző a 26. Fenstern Kontakt Mikulás rally előtt is reálisan gondolkodott. Tudta, hogy Murván, Bútor és Klaus előtte jár, de a saját maga által kitűzött harmadik helyezés maga biztosan hozta. Nagyon nagy élmény ez. Ilyen autóval zárni az évet, ez egy hatalmas öröm és élmény számunkra. Murván először mentünk, összejött ez a harmadik hely, amit szerettünk volna. Akik előttünk voltak, srácok, biztosak voltam benne már a verseny előtt is, hogy nem tudjuk megfogni őket. Nagyon sokat mentek már itt ezzel az autóval, úgyhogy jó ez így nekünk, nagyon örülünk. Egy 3 darab defektünk volt, azon kívül semmi problémák. Hát a lőtér szedi az áldozatokat, de hát ez ilyen sajnos. Hátráltattak, volt egy dupla defektem is, meg volt az első körben egy defektem is. Összesen egy ilyen 6 kilométert vittem őket magammal. Cseh Vilmos pech szériája tovább folytatódott Veszprémben. A problémák ellenére azonban az erőtös Skoda Fabiát behozta az abszolút értékelés negyedik helyére, ami az események ismeretében mindenképpen pozitívumként említhető. Hát nem lett jobb a második se. Ugyanott defektet kaptunk jobb előre a nagy lőtéren, úgyhogy nem hiszem el, nem tudok végigmenni a lőtéren defekt nélkül. Nyáron ki is estünk. Most legalább végigjöttünk, de megint ugyanúgy jobb első, tiszta új gumi volt, vigyáztam, mint a hímes tojás, és mégis, tehát uton mentem, semmi kaland nem volt, úgyhogy megint csak nem tudtam megmutatni, utána meg már csak olyan pótkerék volt nálunk, ami nagyon kopott volt, és avval kellett a két utolsó gyorsaságit teljesíteni, úgyhogy végig hoztuk ezeket a negyedik időket. Azt gondolom egyébként, hogy reális, tehát hogy nulla teszttel nem mentem semmit Murván idén, csak azt a két gyorsot. Itt ez a negyedik hely, amúgy elégedettnek kell lennünk. Szerintem a Martinnal tudtunk volna azért ott meccselgetni, a Kristóffal meg a Robival biztosan nem, de hát ezt hozta a sors, most ez megint így alakult. Tóth Tibornak a futam második felében sikerült javítania. Érzésre és tempóra is gyorsabb volt, ami elég volt ahhoz, hogy végül az 5. helyen zárja az idei Mikulás rallit. Hát az utolsó jobb volt, mint az első, mert más beállításokkal mentünk, szerintem én is átállítottam egy kicsit. Én jobbnak éreztem, jobban is élveztem,
idő az tökéletes volt, tehát én úgy gondolom a mai napra nem lehetett semmilyen panasz. Én nem tudom, valamiért annyira rázott a kocsi, hogy én azt hittem, hogy gyors közben, hogy nem fogja kibírni majd, mert annyira akkora vibráció volt az autóban, hogy rendesen tudod, hogy oda kellett figyelni koncentrálni, mert rázta az agyamat is. Jövőre ugyanígy felújítjuk egy kicsit az autót, és jövőre elméletileg megy a magyar bajnokság. Hevesi István visszarázódhatott Veszprémben. Az évvégi szágúdás pont jó volt arra, hogy lemérje, hol tart. Természetesen a 2 éves kihagyás után ő is kíváncsi volt erre. Az abszolút értékelésben végül a 6. helyezést szerezte meg. Épp az volt, hogy bementünk egy ilyen tócsába, és láttam kirepülni a bal első indexet. Egy az egyben láttam az indexet. És lejött, hogy jó, nincs index, majd a közúton is ugye úgy közlekedem vele, hogy figyelek azért a rendőrökre, és most nézem, hogy benne van. Nem tudom, mit láttam, lehet nem is, hogy volt. Hát igazából elégedett vagyok. Az első körre nem voltam annyira elégedett, mert tényleg azért óvatos voltam az első 3 gyorsan, nem mertem úgy menni. Majd egy kicsit úgy felszívtuk magunkat, hogy majd a 4-esen ugye majd megpróbáljuk oda tenni magunkat. Én úgy gondolom, hogy sikerült, mondjuk a pályának a feléig, mert sajnos kaptunk egy defektet, hát én gyorsabban mentem. Rövidebb volt a féktáv, rámentünk egy sziklára, nem tudom, nem csúsztunk le az útról, lerobbant a bal első kerék. Defekte végigjöttünk, ugye ott nagyon sokat kaptunk, ugye hátrébb is csúsztunk, és az utolsó 2-n próbáltuk azt is ugye sietni, de vigyázva, hogy ne kapjunk defektet. Nem maximálisan, de picit alatta. László Zoltán is elégedett volt a célban. Jól érezte magát, és összességében az elért eredményre sem lehetett panasza. A Rally 2-es Evo Fábiával végül az abszolút értékelés 7. helyén zárta a futamot. Hát nekem az első kör az borzasztó furcsa volt, nagyon erős nekem ez az autó a Rally 3 után, de kicsit beleszoktunk, és most a második körben már jól éreztünk benne magunkat. Nagyon örülök neki, főleg a Rally 4 után, mert mindenki tudta, hogy a Rally 4 az egy nagyon jó iskola, de azért nem reméltük, hogy ez ennyire nagy lesz ez a váltás, tehát ilyen jól sikerül aklimatizálódni neki ez az autóhoz. Én szeretnék menni, illetve szeretne menni a jövő évben az EB-n, egy 8 verseny, de hát ezt azért borzasztó nehéz összerakni. Megpróbáljuk, amennyire lehetséges, majd meglátjuk. Az elmúlt hónapokhoz képest valamivel lassabb tempót kapott, de így se panaszkodott Nagy Attila. Csomós Miklós állandó navigátora ezúttal János Ákosnak diktálta az itinert. Hosszú ideje vártak arra, hogy a páros így összeügyön egy hétvégére. Nagyon-nagyon jó volt, tényleg nagyon jól éreztem magam, alapból nagyon jó haverok vagyunk, meg tök sokat beszélgetünk ugye a hétköznapokban is. Aztán már régóta vártunk erre, szerintem egy 5 éve erről beszélünk, hogy már egyszer, hogyha szabad lesz ő is, én is, akkor megyünk együtt egy ilyen buliversenyen. Nos, hál' Istennek összejött, és tényleg buliverseny volt, tehát amellett, hogy azért viszonylag gyorsan mentünk, tök jól éreztük magunkat az egész hétvégén, és tényleg a kikapcsolódásról szólt ez az egész, amiről amúgy nem szokott szólni, úgyhogy én nagyon-nagyon élveztem. Elfáradt. Ja, hát azt mondja, próbáljam már ki, még úgysem vezettem ilyen autót, aztán én gurultam be vele, azt mondja, neki elege volt a vezetésből mára, úgyhogy el van tőle szokva, tudod, egy éve nem ült benne. A veszprémi hétvége után még egy feladata lesz a magyar rallisoknak. A szakág ugyanis a szokásoknak megfelelően az ugyancsak buli versenynek számító Szilveszter rallival zárja az évet. A két ünnep között a párosok a Hungaroringen találkoznak majd.